Egy város önkormányzatának életében minden év legfontosabb eseménye, amikor a testület elfogadja az adott tévi költségvetést. Filip Sándor vásárosnemény polgármestere elmondta, a Covid, a háború és a válságok, amik az elmúlt éveket beárnyékolták, most gyűrűztek be. Valamint a gazdasági szereplők, akik igen komoly iparűzési adóval támogatták a várost, visszaestek az értékesítésben, így idén egy átgondoltabb, takarékosabb üzemmódra állnak át. Épp holnap lesz egy olyan testületi üdésünk, ahol dönthetünk a civil szervezetek, az egyesületek támogatásáról is. Itt sem csökkentettük annak mértékét, hogy olyan forráskeretet állapítottunk meg, amelyet már szerepeltettünk az elfogadott közel 5 milliárdos költségvetésünkben, ami egy olyan 25-26 millió forintra tehető. Ennek tükrében a sportegyesületek, a civil szervezetek, a, a művészeti körök mind-mind olyan támogatásban részesülnek, amelyekre pályáznak az önkormányzatunknál. Nyilván behatároltak persze a lehetőségeink, de igyekszünk olyan támogatást nyújtani számukra, hogy azáltal tudják gazdagítani a városi közéletet. Indulnak a programok is, tavaszi zsongás, beregi ünnepi hét, kistérségi gyermeknap, valamint május végén a Bicskei emléktornára is sor kerül. Az igények és visszajelzések alapján pedig a Zoárd nap visszatér a Tisza parttól a városba. Másodosan, ami nem csak a Vizek városa, hanem a Beregi Múzeum, a Tomcsányi Kastély, a vadászati kiállítás mellett a, a Tisza szerelmesének is örök megállóhelye, és bízunk abban, hogy a nyár is bővelkedik majd a szépségekben és a, a látványokban. Az elmúlt időszakot kicsit beányékolta az a 6-7 árvíz, ami kapcsán azért a Tiszapart rendben bővekedett vízmennyiségben. Bízunk abban, hogy a nyár olyan lesz, ami kapcsán nagyon sokan ellátogatnak majd hozzánk kerékpárral, vízi járművekkel, megnézik a kiállításainkat, és élvezik azt a gastronomi csodát, amit vásárlásnövény és a beregnyújt számukra. Az idei év legfontosabb fejlesztései között szerepel a kerékpárút hálózat bővítése, a műfűves pálya és futópálya építése. Kiemelt projekt pedig a Kraszna sétány fejlesztése, ami egy kisebb kilátóval tanösvénnyel kiváló kikapcsolódási lehetőséget fog biztosítani. Emellett fontos célkitűzés az intézmények energetikai korszerűsítése is. A Petőfi Sándor Átoskola tagintézményét szeretnénk mindenképpen fejleszteni. Itt Nyilázár hőszigetelésre, talajszondás hőszivattyú beépítésére és napelemes rendszer kiépítésére kerül sor. Ezek olyan fontos elemek, amelyek komfortosabbá teszik a gyermekeink mindennapjait, és az ötvös iskola a költségi tagintézmény után, a második a Ferenc gimnázium fejlesztése után egy nagy adósságú marad még majd a lónyai mennyiért baptista iskoláknak a fejlesztése. Nyilván, amikor lesz el lehetőség, ezt is megtesszük majd. Filip Sándor elmondta, örömteli eseményre került sor, ugyanis a honvédség a város visszakapta a határt biztosító katonáknak átadott sportcsarnokot. Hozzátette bízik abban, hogy a felújított sportcsarnok birtokba vételével minőségileg újra visszatérnek azokhoz a testnevelés órákhoz és tömegsportokhoz, amiket a város lakók megszoktak.